Szia! Szeretettel üdvözöllek! Folytatjuk az ászan elemzős videókat. Megint egy fordított testhelyzet lesz, csak most a gyertyállást, vagyis a szarvángászanát fogjuk kielemezni. Megint lesz egy segítőm, Kovács Nóri. Ő lesz az, aki bemutatja, hiszen sokkal könnyebb dolgom van úgy, hogy valaki ászanázik, én pedig tudok közben mutogatni. Úgyhogy ezt fogod látni majd a videóban is. Sok hasznos információval fogsz gazdagodni. Minden fordított testhelyzeteknél fontos tudni az ellenjavallatokat is, úgyhogy most gyorsan elmondom a legfontosabbakat. Nagyon magas a vérnyomásod, érelmeszesedésed van, nyaki gerinc problémád van, akut gyulladáson a fejterületén éppen húzták a fogadat, műtötték a szemedet, lányoknál menstruáció alatt bármilyen halmozott számban jelen van betegség. Talán ezek a legfontosabbak. Ezek esetén ne csináld a gyertyálást, jó? Akkor kimarad, és más alternatívát lehet helyette csinálni. Egyébként viszont bátran alkalmaz, és megint az lesz, hogy megmutatom a felvételt, a kitartást, hogy mire vigyáz, eh, hogyan kell helyesen tartani. Akkor Nóri fog nekem segíteni, háttérbe szorulok, hogy neki legyen helye. Eh, Háton fekvésből indul a póz. Én legtöbbször úgy szoktam, hogy talpra húzott hanyat fekvésből. Lehet, hogy picit gyere még a medenciddel erre, mert itt nincs elég hely. Igen, itt csapkozni kell nekünk, mint látod, ebben a nappaliban nincsen óriási nagy tér, úgyhogy mindig kell figyelni kétféleképpen tudunk föllendülni a gyertyapusz alap helyzetébe. Vagy azt csináljuk, hogy előre begörgetjük a vállat, és úgy följövünk. Tehát ezt megmutatjuk, emel a merence, összekulcsol az új, vagy lenyom a tenyer, behúz egyik fel, behúz másik fel. Tehát a vál az így befelé magunk alá gördül, és akkor nem a nyakon lapockán támaszkodsz, hanem magán a vállövön, tehát ezen a vonalon van a teher. És aztán letehet a merence, és ezután lendülünk föl homloktértartásba, tartásba, és amikor ez meg volt, betámasztjuk a kezünkkel a hátat, most nem kell emelni a lábat, de innen tudnánk emelni a lábat, jó? Vissza lejöhetsz. Tehát vagy így csinálod a felvételt, vagy uh, először rendülsz fel homlok tér tartásba, itt nyugodtan lehet hajlított térdel, és akkor begörget a váll, így, és utána begörgetett a váll, és a vállövön támaszkodsz, hajlik a könyök, és megtámasztjuk a tenyerel a hátat. E, Támáz meg. Aha. Itt nagyon fontos, hogy figyelj a könyök helyzetére, ne csúszson szét. Általában, hogy szétcsúszik a könyök, de mindig egy picit kell a könyököt összefele húzni, mindig kell a tenyeret picit a hát felé tolni, és ha ezt a befelé, fölfelé húzó erőt bebeteszed a könyököt, be tenyeredbe, akkor nem fog szétsúszni a váll. Támaszték. Ha pedig egyszerűen nem tudod a válladat magad alá begörgetni, akkor még ne csináld a értet, mert akkor annyira kötött még a vállövet, hogy nem engedi ezt a pózt. És akkor felemeljük a lábat, egész egyszerűen. Vagy zsugoron keresztül fölnyújtjuk, úgyhogy hallik a térd is így, vagy nyújtott lábon keresztül, a kereszt is mutasd meg, gyere vissza le. És akkor is lehet, hogy nyújtott lábon keresztül, vagy egyszerre emeljük a lábat, vagy így ollózva. Ki melyiket szereti, lehet gyakorolni. És akkor az a jó gyertya hogyha a tör és a láb egy vonalban van. Most a merencéret kicsit kéne a fejed felé húzni, a lábadat pedig hátrafelé, bocsánat, így-így. Ez a teljes gyártyapóz, amikor egy vonalban van a két test. A merence egyébként semleges középhelyzetben van, nem kell nagyon vele csinálni semmit. Csak akkor, ha nagyon túl homorodik a derék, akkor egy picit bebilenten a merencét, egyébként nem kell. A láb nyújtva, com szóval tónusos térdkalács tart. A lábfej megint, mi úgy tanítjuk, hogy spic és pipa között van. Lehetne... Spitzbe is, lehetne pipába is, valamelyik iskola így, valamelyik úgy tanítja. Mi a kettő között tanítjuk azért, mert ha a sarokkal és a lábúj párnával is emelkedsz, a láb előső hátulsó felszínét is aktiválod, és az egész láb, mintha emelkedne fölfelé, és akkor ez a helyes. Tehát mindig van a testben egy emelkedés. Has az nem feszül meg egyáltalán, hanem csak picit éppen tart. Tónusban van, a gátizom szintén tónusban van, tartod a múlabon, tehát ha ezt a szót ismered, vagy ha nem, akkor csak gátizmat tartod, és akkor ez a póz. Csináljuk a könnyített gyertyát, mutassuk meg. A könnyített gyertya az, amikor picikét hátrébb engedjük a kezet és a merencét, és akkor nincs egy vonalban a test, jöhet még a lábad a fejed felé egy picit. Így. itt jobban kell a kezeddel tartani, tehát az nehezebb, viszont jobban kapsz levegőt. Ha kötöttebb a nyakad, vállat, ezt csinálhatod, ha teltebb vagy szintén, ha nagyobb a melled, és nem engedni a légzést, akkor is jobb ezt csinálni, ezt a verziót. Jó? És akkor most lejöhetünk, Nóri. Leenged a láb, kigörget, vagy kiszed a kéz, kigörget a váll, lenyom erősen a kéz, feszít a has, és izomkontroll mellett csigolyáról csigajára letesszük a gerincoszlopot, letesszük a merencét, majd talpra húzott háton fekvésből megpihenünk. Mert nem szoktuk nyújtott lábbal leengedni a lábat, az nagyon haladós, akinek nincs hasizma, szétszedi a derekát, és a legtöbb embernek még eleinte nincs hasizma, az csak haladós jogást csinálja, nyújtott lábbal engedi le, egyébként halított lábbal csináljuk ezt. Az előbb említettem neked a múlóban, hát most jó, hogy eszembe van is jó, hogy Nóri van itt, mint hölgy. A lányoknál érdemes már, amikor mielőtt mi még fölmegy homlok tértartásba, megtartani ezt a gát zárat, és aztán ügyködni a kézzel is felemelni a lábat, mert akkor meg van tartva a hüvely záró izom is, és akkor minden a helyén van. ha ez túl le, e, e, laza, akkor előfordulhat az, hogy amikor fölmész, pici levegőbe megy a hüvelybe, kinyújtod a lábad, kijön a levegő, mintha szellentenél. Ebből nincsen baj egyébként, csak sok gyakorló jogás emiatt nem csinál gyertyát, mert ez megtörténik vele is szégyeli, vagy zavarban van, de ha ezt a gázára tartod, akkor teljesen rendben van. És ha tényleg laza ott minden, akkor női intim tornára, vagy női jogára menj el, és akkor rendbe lehet rakni. Oké, és oké? Ez még jó, hogy eszembe jutott. Pillanatra ülj föl, Nóri. Tehát ez a gyártyapóz, persze majd még fogok magyarázni, hogy mikre lehet figyelni, de nagyon sok esetben előfordul az, mert ülő életmódot élünk, hogy van ilyen előre lóg a fejünk, hanyag a tartásunk, hetedik nyakcsigolya kiáll, picit kötöttebb, csontosabb ez a terület, és akkor nyomja a talaj, illetve nagyon feszes, és nem jól nyújtja a nyaki szakaszt a póz. Ezen esetben szoktunk vállalá emelvén tenni. A legidálisabb pléd. Nem túl puha pléd, mert a túl puha pléd alaktalan lesz folyik és elvész a statikai tartás. Hanem olyan plédet kell szereznünk, aminek azért van valamennyi tartása. Jelen esetben ezek ilyen gyapjú plédek, és látod, van tartás. Nem fog szétcsúszni. Ha a válővet már megemeljük, akkor nem ilyen 1-2 centivel szoktunk gondolkozni, hanem 3-4-5 centivel mindenképp. Az ér valamit. Ezért van az, hogy ez igazából két matras, csak négy rétegből össze van hajtva, és akkor így bőven elég lesz ez. Amikor ezt használjuk, akkor arra kell figyelni, hogy hogy fekszünk le, és akkor ezt mutatjuk meg. Gyere, feküdj, Hanyat! Igazából itt lesz majd a válővel a pockája. De a nyaka a levegőben van a feje a talajon. Picit még csúszsz Ha, így jó. Azt kell csinálni, hogy a vál, az elhúzott, fültől elhúzott válcsúcs, és a matrac, vagy a mi ez, a plétszéle között három unyi távolság legyen. Tehát amit a Nóri csinál, az most nagyjából jó. Itt húz le a vállad, lássam. Aha, most jó. Tehát látod, vállöv talajon, itt három unyi távolság, nyaka levegőbe, feje talajon. És ez biztosítja azt, hogy tehermentesítjük a nyakat. A többi minden más ugyanaz, ugyanúgy lendülünk föl. Uh -huh, gyere, vedd föl, ahogy te gondolod, a gyertyapószt, <kül> érkezd meg belé, és tartsd ki. Így. És akkor azt már elmondtam neked, hogy bálszélességbe tartjuk a könyököt, nyomjuk a hátat, merencse billen, láb nyújt, emelkedik a láb, minden belégzés, mintha hogy emelne a lábat, minden kilégzés, mint hogyha vinné lefelé a vállövet. Most is még lehet azt, ha bírja a nyakad is nem fáj, hogy előrébb hozod a hasad medencét fejed felé, és a lábadat meg visszed hátra felé. Azaz, most vagy egy vonalba. Jó? Uh, igen, az is hasznos lehet itt, a Nóri mindig mondja nekem, hogy milyen jó a videó, mert meg, meg tudja magát aztán nézni. Ezt te is bármikor megcsinálhatod ott, hogy felveszed videóra magad, visszanézed, és látod, hogy olcsó vagy nem. Vagy a legjobban úgy, hogy elmész egy oktatóhoz, és ő kiavít. Még mindig az a legjobb. És akkor a fej az mindig középhelyzetben van. Nagyon fontos, hogy a vászon a közben te nem forgatod. Tüszenteni, köhögni, krákogni kéne, bármi, valami inger, inger van azt se csinálod a pózba, hanem vagy felveszed a könnyített gyertyát, mutassuk meg meg a könnyített gyertyát, és ebbe csinálod, tehát lazíts ki a torkodat, és akkor nyelj vagy köhög, vagy akármi. De ha ez csak kényelmes, akkor lebontod a bózt, elvégzed, amit kell, és visszajössz. Jó? Tehát erre ügyelj majd. Oké, maradj a vagy gyere vissza. Hogyha túl magas az emelvény, most ez határeset, itt nem lenne olyan nagy baj, ha nincs semmi mögöttünk, de ha túl magas a, emelvény, akkor érdemes mögé tenni valamit, hogy amikor lejövünk a púzból a merence ne a földre. Úgyhogy most azért tettem ezt a blokkot ide, hogy ez védjen. Akkor gyere le, megint ki lejövünk eke puszba, vagy ekeszerű puszba, vagy homloktértartásba, letesz a kéz, kigörget a vál, kar erősen nyom, has feszít, izomkontroll mellett leengedjük magunkat. És akkor most ott van a blokk, ezért nem fogja azt érezni a nóra, hogy hups, lezuhana a merencéje. Hogyha még magasabbra tennénk a vál támasztékot, akkor a hátul lévő Eszközöket is önmagasságban érdemes tenni, és akkor így e, kényelmes a végpozíció. És akkor ebben megpihenünk, elezítjük a gerincoszlop teljes hosszát, nyak szírcsonttól kereszt csontig. Oké, oké, Akkor ez volt a váltáma, szüljünk föl. És akkor mondtam neked, hogy nyaki probléma esetén, menszesz esetén e, nem csináljuk, kiteheted a gyertyapuszt. Ezen esetben nagyon jó alternatíva lehet az, hogyha falnál csinálunk szubta dandásznát. Szerintem csináljuk oda a matracot, mert hideg a talaj, hogy ne legyen, ne fáz meg nekem. Vagy erre leszünk, hogy találtuk ki, gyertya lesz most. Aha, erre. Így. Először a fölvételt megmutatjuk, figyelj, azt csináljuk, hogy oda megy, ilyen, hát nem is tudom, zsugor, zsugor a gyakorló, egész közel húzva a lábát magához, és miközben leengedi a hátát, már emeli a lábát föl magára, így, és ez egy lendület, oké. Okay. Hogyha túl messze vagyunk a falnál, akkor még picikét így hernyúzhatunk, azaz, oké, okay. fennik a falra, tesz láb, kinyújt és tesz. Maradj még itt. Tehát az, amit most csinál a Nóri, ez a Subthoda Most itt könnyű dolgunk van, mert befér a keze a izé alá, de ez általában nem lesz így, tehát kicsit el kell tartani a kezünket, vagy pedig így teszed a kezedet, hogy derékszögben van ennyi. Vagy kis ki nyújthatod, igazából itt már mindegy. Itt sajnos nincs sok helyünk, úgyhogy egy kell variálni ez, amit csinálunk, ez a szupta dandászana, ez nyaki probléma menszesz esetén a gyertya helyett kiváló, mert a lábban van egy fordított testhelyzet, tehát nagyon jól a nyirok a vér tud lefelé áramolni, meg tud pihenni, illetve az alhas medence tájék meg tud pihenni, ami szintén egy gyertyában megtörténik. Egyébként fejnálás helyett is lehet ezt csinálni. Így. Tehát lehet ez egy ilyen alternatíva. Ha valaki nagyon kötött vállal rendelkezik, vagy nagyon kövér, ő is ezt csinálja, még, még nem e, kerül olyan helyzetbe, hogy meg tudja a teljes gyertyán. Illetve ez egy nagyon jó kiinduló póz lehet egy könnyített gyertyához, ezt is megmutatjuk nektek akkor. Most azt csinálja Nóri, hogy a kezét maga mellé hozza, behalítjuk a lábat, talpat rányomjuk a falra, nyomd a talpadat a falnak, emeld ki a merencét, itt a láb erejéig segít, föntebb lehet a láb, azért nem megy, aha, és akkor összekulcsoljuk az ujjakat, vagy lenyomjuk a tenyeret, kinek melyik megy, begörgetjük a vállat, egyiket, másikat, a vállövre rátámaszkodunk, és akkor ez megvolt, ezután betámasztjuk, hogy szoktuk a gyertyánál a derekat, vagy a hátat, kinek hova ír a tenyere, és akkor vagy itt maradunk, és a falnál marad a láb, és ennyi a gyertya, mert előfordul, hogy valaki annyira kötött, merev, gyenge vagy telt testsúlya rendelkezik, hogy nem megy neki tovább, akkor megállunk itt. De ha úgy érezzük, hogy mégiscsak megy, meg lehet próbálni, csak egyik lábat nyújtjuk ide, másik lába a falon akkor cserélhetünk is, visszatesszük a lábat, másik lábat emeljük, és akkor elátszhatunk itt, hogy mit bírunk, mit nem, és ha azt érezzük, hogy tök jó, mert stabil a váltámasz, akkor elemelhetjük mind a két lábat, és vagy a teljes gyertyát fölvesszük innen, vagy a szokásos könnyített gyertyát, vagy ezt, vagy azt, ez ugye a könnyített, és akkor meg tudjuk tartani és ez nagyon nagy segítség a falnál föllendülés, nem csak az elmondott esetekben, hanem akkor is, amikor nincs hasizom. <laughs> Valakinek nincs hasizma, és nem bírja kiemelni magát a tartásba, ez nagyon jó segítség lehet. Gyere vissza, ugyanúgy jövünk, hogy a lábon, szétszedjük, a, kiszedjük a kezet, kigörgetjük a vállat, leengedjük a merencét, megint zsugorba kell jönni, így húz magadra a lábad, és gördülj el az oldaladra, és akkor innen föl tudja magát tolni, és akkor megvan gyakorlatilag a gyertya könnyített verziója. Jó? Még egy macélszanát csinálsz, Nóri. Nyugodtan úgy, ahol vagy. A macélszanát, tudjátok, az a halpóz. A gyertyú után meg szoktuk csinálni. Most nyújtott lábbal fogjuk, betesszük egyik másik kezünket, könyök nyújtva hát alatt, bár lehúz, és szedcsönt kiemel belégzéssel. Szedcsönt kiemel, könyök hajlik fel, hátra tesz. Ugye azért vesszük föl, mert az előbb nagyon domborítottuk a nyakat, hátat, zártuk a torkot, melkast. Most itt pont nyitjuk. Nyitjuk a melkast, a torkot, megnyújtjuk, homorítjuk a nyakat. Tehát pont az ellentétes hatást fejtjük ki, mint a gyertyánál. Ha mi gyertyapós szoktunk csinálni, ezt mindig megcsináljuk utána kompenzálóképpen. Vagy rögtön utána, vagy egy-két házana után csináljuk meg ezt. Hát lejöhetsz, Nogori, most csak a bemutatásképpen megcsináltuk, és akkor pihenj meg, ülj föl. Mi nyújtott lábbal szoktuk csinálni a maciászanát, de létezik a... Hát az igazi, ez a padmászanás, a lótuszüléses lábtartásos, de lehet keresztezett lábtartással is csinálni. Ez már egyéni, hogy melyik iskolába hogy tanítják. Tehát akkor ez lett volna a gyártya, ami szerintem a legfontosabbak, hogy mire figyeljünk, hogy tartsuk. Minden más lépést, leírást, javallatokat, elejavallatokat megtalálsz a honlapon, ez a selfnessyoga.hu, ezt keresd, illetve tudsz követni Facebookon, YouTube-on, Instagramon is, találkozhatsz velem is, meg még Nórival is, és akkor tudunk a jövőben is közösen jogázni. Hát sok jó mint a fordított testhelyzetekre, és vállak szeretettel a jövőben.